kategória bajnoka, Nemes Robert. A mai napon 187,5 kilót teljesítettem, felnőtt 90 kategória alatt indultam, és ezzel megnyertem ezt a kategóriát. Mennyit készültél erre a mai versenyre? Hát igazából nagyon sokat nem tudtam készülni, mert volt januárban egy pihenőm, amit meg kellett tegyek, és emiatt nem készültem annyira, de igazából a teljesítmény elégedett vagyok. Inkább a május végén megrendezésre kerülő VB-re készülök, a világbajnokságra. Milyen versenyeken vagy még túl így az elmúlt időszakban? Hát a tavalyi évben voltak versenyek, amikre igazából készültem jobban. Az Európa-bajnokság volt, meg a magyar felnőtt magyar bajnokság, amire készültem, és az Európa-bajnokságon 6. lettem, a magyar bajnokságot pedig megnyertem új országos csúccsal. Mióta versenyzel? 2009-ben kezdtem igazából a versenyzésbe visszajönni, tehát így 3 éve már körülbelül, és régebben versenyeztem, csak 2 évet kihagytam, így abba hagytam a versenyzésre, edzeni ugyanúgy edzettem, és 2009 óta tértem vissza ismét, amúgy 2002 óta üzem ezt a sportágat. És kinek, minek a hatására kezdted el ezt a sportot? Hát még középiskolai koromban a kezdetek véget Békés Csabán kezdtem el, csak így hobbi szinten, aztán kezdtem el járni ilyen diákolimpiákra, meg egy ilyen kisebb versenyekre, és utána igazából komolyabb szinten itt vészen a Marvel Teamben kezdtem el edzeni, és nemzetközi versenyekre járni. Milyen terveid vannak még a jövőre nézve, a testépítéssel kapcsolatban, vagy a fekvenyomással kapcsolatban? A legközelebbi tervem az a május végén a világbajnokságon, a első 6-ba szeretnék lenni, és ott egy 210 kilós teljesítményt akarok elérni, és az augusztusi Európa-bajnokság, ahol ezzel a 210 kilóval tavaly első 3-ba lehetett lenni, remélem, hogy idén is elég lesz ahhoz. És a távoli jövőben, ha nézzünk, még vannak olyan célok, tervek, amit mindenféleképpen el szeretnél élni, vagy legalábbis megpróbálod elérni? A távoli cél az mindenképp először egy Európa-bajnokságon egy dobogós érem, a felnőtt dobogóra kerülés a célom, aztán a nagyon távoli a világbajnokságon ugyanez. És lényegében ezzel elégedett lennék, mind a kettővel először.